kerékpáros közlekedésre hívták fel a figyelmet. Székeket, asztalokat, szekrényeket is kaptak az intézmények. Rendhagyó programmal készül a Turinform 60. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a 60 televízió híradóját látják, Barna Baglárka vagyok, mondom a részleteket. 60-ban is felvonultak a kerékpárosok az autómentes napon. A programhoz bárki csatlakozhatott, a cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a környezetbarát közlekedési módokra. Az esemény az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódott. Biciklisekkel telt meg a Kossuth tér péntek délután az autómentes napon. 60-ban is felvonultak a kerékpárosok az Európai Mobilitási Héten, hogy népszerűsítsék ezt a közlekedési formát, és felhívják a figyelmet a környezetvédelemre. Az eseményhez nem csak felnőttek, hanem gyerekek is csatlakoztak. Jelen voltak a Kodály Zoltán általános iskola, valamint az 5-ös számú általános iskola tanulói is, akik a rajtelőt még bemelegítették magukat. Nagy Varga Mátyás 5. osztályos tanuló azt mondta, azért jelentkezett erre a programra, mert nagyon szeret biciklizni. Azért, mert jó érzés és egy sportolás, és nagyon szeretek sportolni. A rendezvényt Horváth Rihárd polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjében az egészség megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Ezt követően egy rövid eligazítás után a polgárőrök és a közterületfelügyelet munkatársai felvezetésével végül útnak indultak a biciklisek. Egy kört tettek az iskola utca irányába, majd a Hegyalja út felől kanyarodtak vissza a főtérre. A kerékpáros felvonulás évek óta népszerű esemény a városban. Az egészséges életmód, a környezettudatosság, ez azt hiszem, hogy már minden korosztálynak az óvodáktól, az általános iskola, középiskolák, egyetemek meg már tanítják, de nagyon klasszikus módon, hogy vigyázzunk a környezetünkre, és hát ez most pillanatnyilag ez a hét autómentes napról szól, és a környezetvédelemről. A bicikliseket a rendezvény végén ajándékkal lették meg, a programot pedig a tervek alapján jövőre is megrendezik majd, hogy minél több embert ösztönözzenek az egészséges életmódra. Újszerű bútorokkal korszerűsítették a 60-i mozgáskorlátozottak egyesületének és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan szállójának termeit. A berendezési eszközöket az Erste Bank ajánlotta fel. Az adományozás feltétele az volt, hogy a szekrényeket, székeket és asztalokat közhasznú egyesületek kaphatják meg, akik saját közösségük számára vagy rászorulóknak ajándékozhatnak tovább. Bútorokat ajánlott fel az Erste Bank a 60-i mozgáskorlátozottak egyesületének és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan szállójának. A pénzintézet tavaly novemberben kereste fel Horváth Rihárd polgármestert, hogy a 2021-ben bezárt fiókból megmaradt bútorok adományozásában segítséget kérjen. Az önkormányzat a 60-i karitatív egyesülethez fordult, akik felvették a kapcsolatot a velük együttműködő civil szervezeteikkel. Mi segítjük egymást. Mi 60-iak segítjük egymást. És ez az akció pontosan ezt testesítette meg. Az összefogást, a segítséget, és ennek az eredményét, ennek a fantasztikus eredményét. Úgyhogy én nagy tisztelettel nagyon szépen szeretném megköszönni a banknak, hogy felajánlotta a bútorokat, szeretném megköszönni a civileknek, akik segítettek abban, hogy ez a lehető legjobb helyre jusson, és szeretném megköszönni annak a sok-sok önkéntesnek, aki segített ebben a folyamatban. A bútorokból a 60-i mozgáskorlátozottak egyesületének tagjai korszerűsítették az intézmény termeit, így megújult és modern környezetben dolgozhatnak. Íróasztalokat, székeket és zárható tárolószekrényeket is kaptak. Elsősorban az irodánk lett átalakítva, mert rengeteg feladat körünk van, és ezeket el kellett különíteni, ezeknek a dossziét, papírjait, illetve ugye adományoztással is foglalkozunk, az is rengeteg eldugnivalót, vagy elpakolnivalót igényel, tehát az átadó helységeink, az irodáink, illetve mivel itt vagyunk a Radnóti téren, és nem mindegy, hogy valaki belép az épületbe, az aulába, milyen környezetbe kerül be, vagy mit lát meg először, és oda is kerültek be székek, fotelok, szekrények, sőt, ezek után tudtunk egy régi álmunkat megvalósítani, hozz egy könyvet, vigyél egy könyvet, nálunk is van egy könyves szekrény, és óriási
sikere van. Schmidt-Néverebb Julianna, a 60-i Karitatív Összefogás Egyesület elnöke elmondta, hogy több száz bútordarabot kaptak a banktól. Itt a mozgáskorlátozottaknál egy nagyon szép környezetet tudunk kialakítani, és az itt dolgozók, akik rendkívül sokat tesznek 700 mozgáskorlátozott emberért, egy nagyon modern, korszerű környezetbe tudják ezt a munkát végezni. Továbbá kint a Máltai Szeretett Szolgálatnál a hajléktalan szállót is tudtuk ezekből a bútorokból kicsit kistafírongorzni. A hajléktalan szálló épületébe is jutott a berendezési eszközökből. Az intézmény munkatársai főként a nagyméretű tárolószekrényeket hasznosították, melyekben különböző ruhákat és plédeket tartanak. Továbbá az ellátottjaik gyógyszereit is ezekben a bútorokban helyezték el. Rendkívüli buszos túrát szervez a Turinform 60 a turizmus világnapja alkalmából. Szeptember 27-én és 30-án az egyes helyi járaton Bacsa Tibor helytörténész beszél majd az útvonalon található nevezetességekről és érdekességekről. A végállomáson pedig egy órás belvárosi sírkerti sétán vehetnek részt az érdeklődők. Rendhagyó programmal várja az érdeklődőket a Turinform 60 iroda. A turizmus világnapja alkalmából buszos idegenvezetést szerveznek szeptember 27-én és 30-án a Tesco-tól 10 óra 6 perckor induló egyes helyi járaton. Egy plusz szolgáltatást fogunk adni az utasoknak buszos városnézés keretén belül. Bacsa Tibor, a helyi történész, fog a Tesco-tól egészen az O60-i temetőig a város nevezetességeiről beszélni. Az O60-i temetőnél leszállunk, ott pedig egy órás sírkerti sétán tudnak a résztvevők részt venni ezen a programon. Majd 11 óra 31 perckor fog a járat visszaindulni az O60-i temetőtől, a Tesco-ig fog menni ez a járat, és bárhol fel lehet szállni bármelyik megállóhelyen. Ez a program ingyenes. Az érdeklődők a séta után a 11 óra 31 perckor induló járattal mennek vissza az áruházhoz a temető megállótól. Az Intertanker ZRT helyi járatain 60-ban másfél éve térítésmentesen közlekedhetnek az utasok. Sándor Tibor, a vállalat forgalmi igazgatója elmondta, az ország több pontján végeznek közszolgáltatást, azonban most először fordultak a céghez ilyen ötlettel. Most találkoztunk először ezzel a felkéréssel, meg ezzel az ötlettel. Bízom benne, hogy sikeres lesz, és hozzá tudunk járulni a jó megvalósításhoz. A buszos városnézés ingyenes, és nem befolyásolja a közlekedést. Az esemény szervezőinek ezzel a programmal az a célja, hogy a résztvevők jobban megismerjék 60 azon pontjait, amelyek mellett nap mint nap elmegyünk. Porcelán festő workshopot rendeznek a Grassalkovics Művelődési Házban szombaton délelőtt 10 órától. A szervezők a tervezésben és a festésben is segítenek, és több különleges forma közül lehet majd választani. Az elkészült tárgyakat pedig porcelán égető kemencében 820 Celsius fokon égetik ki. A tanfolyam regisztrációhoz és díjfizetéshez kötött. Az esemény a Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozat része. Az elmúlt év szeptemberében átadott, felújított művelődési ház közkedvelt közösségi színtérré vált. A Dali napján elsősorban az ott tevékenykedő egyéni előadók és csoportok mutatkoznak be, valamint átadják a 60-i vasútért a 60-i vasutasokért kitüntető díszokleveleket is. Az esemény szeptember 26-án délután 3 órakor kezdődik. Szombaton egy hideg front érkezik, és többfelé okoz esőt, illetve záporokat, zivatarokat. Többfelé élénk, erős lesz az északnyugatira forduló szél. Napközben 25 és 30 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Vasárnap erősen felhős, borongós időre van kilátás. Esőre, záporra, zivatarra is számítani kell. Napközben 16-27 fok valószínű. Hétfőn már sok napsütésre van kilátás, de elszórtan még futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Délután 25 és 30 fok közé melegedhet a levegő.
Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. Most a Mesepercekben a Kié a virág című mesét hallgathatják meg a gyermekek. Ezt követően a Palettában az idei Ronsderbi harmadik részét láthatják. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihírlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk. Viszontlátásra!